Sorry, babe. I'm an ambitious girl. Igen. Ez vagyok én. Lelőtt a barátnőm. De hogy is kerültem ide? Hadd kezdjem a legelejéről. Ja, ez már a legelejé. Vagy olyan játékkal szeretnél játszani, amit akkor készítettek, amikor még nem tudták, hogy hogyan kell játékokat készíteni, akkor a GTA 3 a te játékod. Autószéva az természetesen nincs, szerencsére erre már fel voltam készülve, és ha esetleg több mint egy monitorod van, eldöntheted, hogy most ütöd be a képernyőjét, hogy ne menjen át folyamatosan a kurzor játék közben, vagy a szemnevű missionnél stresszlevezetés céljából. A Rockstarnál valószínűleg mindenkinek fotografikus memóriája van, mert senki nem gondolta arra, hogy térképet raknak a játékba, sőt, a kis térképen sem látszódik semmi, és mindent egyszer mutatnak meg, szóval, hogyha leszeretnéd festeni az autód, vagy lerázd a rendőröket, fegyvert szeretnél venni, vagy fel akarod tölteni a HP-d, és a hippokampuszod olyan haszontalan, mint az enyém, akkor ezekhez sok sikert kívánok. Ami ezekre még egy lapáttal tesz, hogy nem lehet mozgatni a kamerát az egereddel, ha autóban ülsz, úgyhogy jobb, ha tudod, hogy merre mész, mert egy nagyon hosszú kerülő útál előtted, ahol lesz riód elgondolkodni, hogy miért is játszol még mindig hajnali 5-kor, mikor kint már rég szexelnek a madarak. De pont ebben a pillanatban megszólal a rádióban a Flashback FM, ahol 20 percenként egyszer olyan melegség járja át a fülkölloimat, mintha angyalok jeleztek volna bele mennyei dallamaikkal. És szétszedi a bugi a testemet, ahogy visszajönnek az emlékeim a 80-as évekről úgy, hogy a 80-as években még nem is éltem. Van egy híd a játékban, ami néha felemelkedik, ilyenkor meg kell várni, hogy visszamenjen, hogy át tudjunk kelni. Nem ajánlom, hogy itt lopjatok autót, mert lehet, hogy ez az utolsó csepp a pohárban egy mély depresszióban szenvedő szerető apának és férjnek. RIP! Nézzük a sztorit! Ő itt Claude, ő a főszereplő, nem beszél velem sokat, de legalább... Ő pedig Katalina, Claude barátnője, CJ exe és Cézár unokatestvére. Elveszítünk egy versenyt CJ ellen, ezután Liberty Citybe megyünk a barátnőnkkel bűnözőset játszani, de egy bankrablás végén a meneküléskor lelő minket és börtönbe megyünk. Mielőtt azonban elérnénk a börtönbe, megállítják a fogolyszállító autót, amiben utazunk, és nekünk is sikerül meglógni, ezzel elkezdődik a bosszú hadjáratunk. Egyre keményebb tagoknak dolgozunk, az első mission az még nem olyan durva, csak fel kell venni egy hölgyet, aki amúgy egy... és visszavinni oda, ahonnan elindultunk. Állj! Kérek egy 75%-os vízszintes forgatást. Állj! Nagyítsuk fel. Közelíts a táskára. 14 órás orgia ingyen büfével? Megtudjuk, hogy Spank nevű kólával vannak tele az utcák. Nem az üdítőre gondolok. És más pimpek lopják a mi pimpünk kuncsafjait, ezt nem hagyhatjuk annyiban. És itt kellett szembesüljek közel először, hogy a GTA 3 nagyon szereti, ha annyiból áll az egész mission, hogy sokszor neki megyek valakinek autóval. Ezután össze kell szedni pár hölgyet egy bálba, és még nem játszok fél órája sem, de ez már a második mission, ami időre megy, a GTA 3 nagyon szereti az időkorlátokat. Egy kínai tésztastandos smacket árul. Spanket árul, vele megtárgyaljuk, hogy ne csinálja többet, de innentől kezdve az egész triad az oppunk lesz, és ha egy pillanatra is meglátnak a szemük sarkából, egyből kiürítenek rá egy egész tárat a fegyverükből. Utána megint egy mission, ahol addig kell belemenni az autóba, amíg kigyullad, amelyikben ülsz, keresel egy másik autót, és még többször belemész. Ezután még egy dolgot ki lehet húzni a bingóról, követni kell egy autót észrevétlenül, de mi lehet még ennél is jobb? Követni egy autót észrevétlenül, miközben üldöznek a rendőrök! Pont olyan észrevétlenek vagyunk, mintha újra iskolában lennék hátul, egyedül a pattársammal, Bélával, aki valamiért mindig hiányzom, amikor beveszem a skizofrén gyógyszereimet. Felrobbantunk egy épületet, ahol ha a romok alatt ragadsz, akkor kiderül, hogy Claude olyan jó pantomimes, hogy körbe tudja képzelni magát falakkal. Erre nagyon egyszerű a megoldás, csak magad alá kell képzelni egy gránátot. Megkér minket Salvatore Leon még egy utolsó dologra, amiután már nem kell nekik többet dolgozzak, ami szerint el kell vigyek egy autót a bontóba, viszont kapok előtte egy üzenetet, ami elárulja, hogy ez az egész egy csapda, és egy bomba van a kocsiban. Természetesen ezt észrevettem. Másodjára, és mikor elmentem az üzenetben megírt helyszínre, ott várt minket a szuka.
Meg Maria, de ő senkit sem érdekel. Meg kell öljük Leont, hogy bebizonyítsuk a Yakuzának, hogy már nem dolgozunk neki. Ha esetleg az a terved, hogy berontasz az autóval, felrobbantanak és aztán elütnek, akkor ezt inkább nem javaslom, mert a map másik végéről kell előről kezdeni, és rengeteg időd lesz, hogy elgondolkozz azon, hogy miért nem használod a bal agyféltekidet, vagy hogy a mission előtt miért nem mentettél közelebb Asukához. Ha viszont másodjára is elrontod, akkor még egyszer ennyi időt kapsz. Asuka is különösen szereti az időkorlátokat, és mi jobb annál, ha időre kell megölni pár embert? Ha időre kell megölni pár embert, miközben a rendőrök üldöznek. Találkozunk a budi emberrel, azzal bíznak, hogy menjünk neki egy autónak sokszor, szedjük fel a lepotyogó dolgokat, tegyük be egy autóba és robbantsuk fel. Szerencsére miután felszedtünk mindent, az autó magától felborul és felrobbantja magát. A következő missionben pedig el kell kapni valakit, aki beszélni akar a rendőröknek. Ez a valaki viszont épp gránáttal horgászik, tehát ez egy hajós üldözés lesz. Mivel egy másik szigeten van, nem érdemes melléugrani, különben egy rengeteg időd lesz, hogy elgondolkozz azon, hogy... De mindegy, úgysem érdemes 40 HP-val kezdeni egy missiont, úgyhogy ezt egy jelnek vettem, és felkészültem teljesen fegyverekkel, HP-val, armorral. Miután ez megvolt, visszamegyünk a budi emberhez, aki egy két lépéses tervvel bíz meg minket. Első lépés, menjünk neki sokszor egy mentőnek, amíg kiesik belőle egy faszi. Második lépés, üssük el. Ha esetleg unalmasnak vagy repetitívnak hangzik az, hogy folyamatosan csak autóknak kell neki menni, akkor a látszat nem csal, de mivel az egész játék folyamán csak ezt csinálom, így elég egyszerű volt. Óriási szopás volt. Ezután Asuka megkér arra, hogy menjünk neki sokszor egy autónak. Ezt már komolyan mondom, nem bírom. A budi embert el kell vigyük a reptérre, erre ad nekünk 3 percet a játék, és mivel a hidakat lezárták, ezért meg kell találni az alagutat, valami csoda folytán meg is találtam 1 perc alatt, erre kigyűlöd az autó és felrobban, de valami csoda folytán túléljük mindketten, így sikerül beérjek az utolsó 5 másodpercben. Találkozunk a kollégákkal a bankrablásról, de Katalina Miguelt is elárulja, így rengeteg hasznos infót tudunk kinyerni belőle. Az én is lehetnék. Ilyen infó például, hogy nem sokára érkezik egy repülő tele spenkkel, amit le kell lőni egy hajóból. Fel kell venni a csomagokat. És vissza kell vinni Asukához. Mire visszaérünk, Katalina itt járt, és megölte Asukát.
RIP! Megárabolt a Mariát, de az senkit sem érdekel. Mariáért cserébe 500 ezer dollárt kér, mi ezt el is visszük neki, viszont ez egy csapda volt, meg akar minket ölni, de adunk a faszinak egy sajtos tejfölöst és követjük a helikopterét. Egyből a cutscene után körbevesznek és lefelezik a HP-mat, ami ellen nem tudok sok mindent tenni, úgyhogy csak be kell nyelni és hálásnak lenni, hogy valamiért 125 HP-n van, hogy honnan, az maradjon titok. Ezután elég egyszerű, csak le kell lőni távolról pár nagyon jól célzó szenyort, ki kell kerülni a helikoptert, ami folyamatosan bombáz, ki kell kerülni az autót, nem megölni Mariát, akit véletlenül Katarinának hittem, fel kell robbantani a helikoptert, és ez valahogy így nézett ki. RIP! Köszönöm, hogy végignézted ezt a videót. Nemrég átléptük a 2000 feliratkozót, és nagyon jó érzés olvasni a kommenteiteket, és nézni, hogy épül a közösség. Ti vagytok a legjobbak. Szeretnétek támogatni, hogy gyorsabban tudjam gyártani videókat, ezt a csatornatagsággal megtehetitek. A tagok szavazhatnak, hogy melyik játékkal játszik legközelebb, a játékokat pedig a posztok és a videók alatti kommentekből gyűjtöm majd ki. És ha tetszett a videó, nézzük a többit is, köszi!